Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható az évben 2021-ben egy asztrológiai előrejelzés? A videó első részében van egy ilyen általános elemzés, és a második részben egy személyes elemzés Erina számára. Kedves Erina, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megtekintjük, mi vár rád 2021-ben az indiai számítás szerint. Mi várható 2021-ben? Ezt most megtekintjük. Január 6-a. Nagyon érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. Ez félreértésekre vezethet. Január 9-e. Ezen a napon kívánhatunk valamit, mert megvan arra a lehetőség, hogy megvalósul, ebben kellene bízni. Január 10-e. Itt vannak emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Esetleg valaki gondol ránk. Január 13-a. Itt kell egy új irány, egy új lehetőség, de még várjunk a döntésekkel. Ehhez kell még egy kicsi idő. Január 14-én lesznek változások, de itt is az érvényes, hogy ne siessük el a dolgokat. Január 20-án fel kellene, hogy lélegezzünk, de minden olyan nehéz, vannak korlátozások. Január 21-én vannak vágyak, elképzelések, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Január 24-én keresünk egy kiútat, egy új lehetőséget. Január 28-án el kellene azon gondolkozni, hogy kiben bízhatunk, vagy kiben nem. Január 30-án ne mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később fog bekövetkezni. És most megtekintjük azt, mi várható február hónapban. Február 3-án kívánhatunk valamit, mert ez megvalósul. Február 4-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, nem tudjuk magunkat ezen a napon bebizonyítani. Február 7-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Február 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el a célokon. Az is lehet, hogy kell egy új cél, és bízzunk abban, hogy ezek a célok elérhetőek, de azért legyünk türelmesek. Február 18-án megvannak az álmok, a vágyak, de a bizonytalanság is. Február 19-én minden olyan nehéznek tűnik, vagy lesznek korlátozások. Február 20-án minden olyan bizonytalan, átláthatatlan, ami a párkapcsolatot illeti, és mi hölgyek úgy érezzük, hogy nem kapunk elismerést, mások átlátnak rajtunk. Február 21-én keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget.
február 27-én oda kellene figyelni egy ilyen szívügyre, természetesen itt szerelmi kapcsolatról van szó. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Március 6-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok. Március 13-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nehéz valamit tisztázni. Március 18-án megvannak a vágyak, az elképzelések, de mi hajlamosak vagyunk arra ezt feladni, érezhető a bizonytalanság. Március 20-án keresünk egy új lehetőséget, egy kiutat. Ezen a napon fontos, hogy megőrizzük a belső egyensúlyunkat. Március 21-én hiányzik a bátorság, olyan erőtlennek érezzük magunkat. Március 28-án el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van gyógyító erő. Március 30-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. És most megtekintjük azt, mi várható április hónapban. Április 2-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én van egy kihívás, vannak nehézségek, hiányzik ez a könnyűség. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy hatnak mások ránk, itt érzelmekről van szó. Április 14-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Április 16-án keresünk egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat. Április 20-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok, nehézségek. Április 27-én oda kellene figyelni arra, hogy mit tegyünk rendbe. Van itt gyógyító hatás, és valami tisztázódik. Április 28-án kell egy kis szünet, elgondolkozni azon, hogy mit kellene befejezni. Április 29-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án érzékenyen reagálunk, de mások is. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Május 11-én el kellene azon gondolkozni, mi legyen egy új kezdet, mert mi most belevágunk valami újba. Május 13-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Május 19-én hiányzik a könnyűség, vagy vannak valamilyen korlátozások. Május 23-án úgy minden megáll, vagy kell egy kis szünet elgondolkozni azon, hogyan tovább. Ez kihat a mi életutunkra.
a sorsunkra. Május 26-án oda kellene figyelni arra, hogy mit tervezünk, mi az elképzelés, mert ez megvalósítható, de át kell tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságon. Május 30-án őrizzük meg a titkainkat, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az késlekedni fog. Most megtekintjük azt, mi várható június hónapban. Június 2-án vannak kihívások. Hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, az álmok, de ez minden olyan elérhetetlennek tűnik, és emiatt olyan bizonytalanok vagyunk. Június 9-én keresünk egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiutat. Június 10-én van segítség, valaki mutat számunkra egy lehetőséget, egy megoldást, de oda kellene erre figyelni. Június 12-én érezhető a nőies energia, mi hölgyek állunk a középpontban, megvan a kisugárzásunk, és szerencse a szerelmi élet területén. Június 18-án valami nyomaszt bennünket, hiányzik a könnyűség, és olyan korlátozások vannak. Június 21-én lesz egy fordulat, egy sorsdöntő változás. Június 23-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. De ezen a napon ne beszéljünk a terveinkről. Június 24-én van egy gyógyító erő. Június 26-án gondolkozzunk el azon, mi az elképzelés, miről álmodunk, miről álmodozunk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások, anyagi gondok. Július 5-én megvannak az álmok, a vágyak, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Július 6-án keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt vagy kiutat. Július 10-én el kellene azon gondolkozni, kiben bízhatunk meg, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat. Úgy tűnik, hogy nem megy tovább, és ez különösen a férfiakat illeti. Július 17-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Július 20-án lesz egy új lehetőség, egy megoldás, egy kiút. Július 21-én egy álom megvalósulhat. Július 24-én fontosak a célok, és oda kell figyelni arra, hogy lehetne ezt elérni. Ezen a napon valami tisztázódik. Július 31-én hiányzik a könnyűség. Minden olyan nehéznek tűnik, vagy vannak még korlátozások.
És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik, ez bizonytalanságot vált ki nálunk. Augusztus 3-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Augusztus 8-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, mit tudnánk javítani, ami a családi kapcsolatokat illeti. Augusztus 15-én fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat. Augusztus 16-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Augusztus 17-én egy álom megvalósulhat. Augusztus 20-án lesz egy kis szünet. Itt változások lesznek, de legyünk kicsit türelmesek. Augusztus 22-én kellenek célok, és nem szabad ezt feladni. Augusztus 30-án érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk, lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. És most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án nehéz valamit tisztázni. A beszélgetések nézeteltérésekhez vezethetnek. Szeptember 7-én kellene visszahúzódni, elgondolkozni azon, mi áll a középpontban. Szeptember 11-én egy vágy, egy álom megvalósulhat. Szeptember 13-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Szeptember 21-én történik valami, és az befolyásolja az érzelmeinket, oda kellene figyelni. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Szeptember 27-én fontos, hogy ne mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, és őrizzük meg a titkainkat. Szeptember 29-én hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható október hónapban. Október 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések azok félreértésekhez vezethetnek. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, hogy mit kellene lezárni az életünkben és rendezni a dolgokat. Ezen a napon van gyógyító energia. Október 8-án egy álom megvalósulhat. Október 11-én lesz egy kis szünet, de el kellene azon gondolkozni, hogy mit változtassunk az életútunkon. Itt lesznek sorsdöntő változások. Október 13-án hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik. Október 18-án úgy minden megáll, ez olyan igazságtalan, de lehet egy bírósági ügy is. Legyünk kicsit türelmesek, mert hamarosan előre mennek az események. Október 20-án várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, minden jól alakul, itt tisztázódik valami. Október 23-án
keresünk egy új irányt, egy új lehetőséget. Október 24-én megvannak a vágyak, az elképzelések, de a bizonytalanság is. Október 28-án úgy érezzük, elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban. November 4-én el kellene azon gondolkozni, hogy mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van egy gyógyító erő. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. November 11-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy mások megbántanak bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. November 19-én kell egy kiút, egy új lehetőség, át kell tenni magunkat a félelmeken. November 21-én megvannak a vágyak, az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. November 27-én hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik, és vannak még korlátozások. Most megtekintjük azt, mi várható december hónapban. December 1-én kell egy álom, egy elképzelés, és az is, hogy ebben higgyünk. December 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések nézeteltérésekre vezethetnek. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, a bátorság. December 17-én keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt, vagy egy kiutat. December 18-án úgy érezzük, hogy minden úgy megáll, különösen a párkapcsolat területén, és ez bizonytalanságokhoz vezet. December 19-én oda kell figyelni az anyagi dolgokra, ezt rendezni. December 21-én lesz egy változás. December 27-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. December 31-én vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, és ahol te születtél, a rák jegyekelt fel a keleti határon, az indiai számítás szerint. Itt ezen a képen látod ezt a bal oldalon, a rák jegyét, és ezzel indul az első életházad. Ez az első életház kihat a te személyiségedre, befolyásolja a külsődet, a fellépésedet, és mutatja azt is, hogy mások hogy látnak téged. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme utal az érzelmekre. Te a környezetedet érzelmekkel látod, illetve érzed át, és érzelmekkel reagálsz. Ez mutathatja segítőkészségedet, ezeket az anyai érzéseket, mert te gondoskodsz másokról.
Itt vannak anyai érzelmek is, mert a rák jegye felett a hold uralkodik, és ezt kiváltja nálad. De előfordulhat az is, hogy változik a hangulatod, mint ahogy a hold is változik. Amit számodra ez a rák jegye közöl, fedezd fel a belső otthonodat. Ez egy olyan, mint egy tempel, és ha meditálsz, akkor érzed ezt a forrást, és ez segít neked, mert ez elkísér téged az élet utadon. Ha így a belső hang vezet téged, és megvan ez az intuíció, akkor megvan nálad mindig ez az érzés, ez a belső hang a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen legyél. A te horoszkópodban itt található Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az a sorsok bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Te megletsz készített bennünket, különösen a gyermekkorban, az ifjúság idején, a második élet szakaszban segít. Segít abban, hogy valami megvalósuljon. Abban is, hogy te, a te fellépéseddel, ahogy mások téged látnak, elismerést kapj. És ebben az időszakban vagy. Most megtekintjük azt, hogy mi várható itt ezen az életterületen 2021-ben. Július hónapban itt a rák jegyében mozog Mars bolygó és Vénusz bolygó. Mars és Vénusz az kihat a szerelmi életterületére. De más hatása is van, mert Mars bolygó kihat rád személyesen is, ez mutatja az erődet, és Vénusz bolygó a szépségedet. Augusztus hónapban itt fog mozogni Merkur bolygó, így mozognak az események, lesznek kapcsolatok, vagy kapsz egy hírt, esetleg lesznek szerződések. Július 20-a és augusztus 20-a között itt található a nap, az indiai számítás szerint megvilágítja ezt az életterületet. Ez a havi témád, te állsz a középpontban, ez a kisugárzásod, és így látnak mások téged. És most áttérünk a kettes életházra. Ha most megtekinted ezt a képet, akkor látod a rák jegye alatt az oroszlán jegyét. Az oroszlán jegyével indul ez a kettes életház vagy életterület, és ez utal az anyagiakra, az értékekre, és a belső értékekre is. Az oroszlán jegyénél előfordulhat, hogy szívesen adsz ki pénzt luxus dolgokra, de én inkább a belső értékekről beszélnék. Te állsz a középpontban. Az oroszlán jegye felett ugyanis a nap uralkodik, és a nap az a naprendszerünknek a központja. És te értékes vagy. Te állsz a középpontban, és vedd birtokodba mind azt, ami számodra fontos. Itt az oroszlán jegyében nincs bolygó, de megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz ez évben, tehát 2021-ben. Augusztus hónapban itt mozog Mars és Vénusz bolygó. Az kihat a párkapcsolat területére, mert itt szerelemről van szó. Te értékes vagy, hogy megbecsülést kapj
a szerelmi élet területén. De Mars bolygónak és Vénusz bolygónak más hatása is van. Mars bolygó jelentheti a te erődet, ide fekteted be az erődet, hogy javuljon az anyagi helyzet, és Vénusz bolygó az jelentheti a kreatív munkádat is. Szeptember hónapban marad Mars bolygó, augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt található a nap az indiai számítás szerint, megvilágítja ezt az életterületet, a kettes életház áll a középpontban, tehát az anyagiak és az értékek. És most áttérek a hármas életházra. Itt az oroszlán jegye alatt láthatod a szűz jegyét, és ezzel indul a hármas életház, vagy hármas életterület. Ez az élet iskolája, és itt kell, hogy bebizonyítsuk magunkat. Jelentett képzéseket és kapcsolatokat a környezetünkben, mint rokonok, ismerősök vagy a szomszédok. A te horoszkópodban itt van a szűz jegye, és a szűz jegyében a napod és Merkur bolygó. Merkur bolygó itt itthon van, és ki tudja magát bontakoztatni, te egy nagyon okos hölgy vagy, és ez a hármas életterület számodra nagyon fontos, mert itt van a napod. Azon kívül itt található Plutó bolygó is, és mutatja itt a belső erődet, azt is, hogy hol kell uralkodnod az életben. Itt a szűz jegyénél fontos, hogy itt ez az életterület rendben működjön. Okos gondolataid vannak. Ügyesen intézed a dolgokat, ha mások ellen védeni kell magadat, és nem csak ez jellemző a szűz jegyére, hanem a gyógyító hatás is. Mivel itt képzésekről van szó, nem csak tanulásról, hanem a te tudásodról, és képezhetsz másokat, mert ezen a területen nagyon jó vagy, erre alapozhatsz is. És megnézzük most azt, hogy mi történik ezen az életterületen 2021-ben. Szeptember hónapban itt ezen az életterületen mozog Merkur bolygó, októberben elhagyja ezt az életterületet, és visszatér november hónapba. Itt tanulásról, képzésről lehet szó, vagy kommunikációról, ami a családot illeti, a szomszédokat, esetleg internet kapcsolatokat. Szeptember hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az lehet egy rivális hölgy is itt az élet iskolájában, de mutathatja a te kreatív munkádat. Október hónapban itt mozog Mars bolygó, az jelenti a te erődet, hogy véded magadat a rivális személyek ellen, de lehet egy férfi is a közeledben, valaki a családból, vagy a szomszédokból, esetleg egy internet kapcsolat. Szeptember 20-a és október 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ebben az időben nagyon fontos számodra, mert ez a havi téma. Valamit rendezni kell, lesznek képzések, kapcsolatok. És most megtekintjük a négyes életházat. A négyes életház az a mélypont a horoszkópban.
Nálad a mérleg jegyében van, itt ezen a képen látható is. Én ezt mindig egy fával szoktam összehasonlítani, itt van a fának a gyökere. Itt érezzük magunkat legyökerezve, és ez adja számunkra az alapot, ezt a tartást. Ez a négyes életház mutatja ezeket az alapokat, erre lehet építeni, és az otthonodat. Ami a mérleg jegyét illeti, kell nálad ez a belső egyensúly, mert ez erősít téged belülről, ami az otthonodat illeti a mérleg jegyénél, bizonyára nagyon szép, ápolt otthonod van. A te horoszkópodban itt található Mars, Vénusz és Uránusz bolygó. Mars és Vénusz az utal a párkapcsolatra, erre alapozhatsz, vagy ez nyújtja számodra a biztonság érzetét. Uránusz bolygónál arra lehet következtetni, hogy vannak változások, ami az otthonodat illeti, vagy költözködés, vagy mindig változtatsz valamit az otthonodon. Itt található nálad Ráhú is, a felfele mozgó hold csomó. Ez egy kármikus csomó, és mutat egy életterületet, amit nem ismersz. Viszont a lelkednek erre szüksége van. Én úgy gondolom, hogy te ezt keresed is valahogy. Ezt a belső nyugalmat, harmóniát, egy szép otthont, egy szép párkapcsolatot, és ha ezt eléred, akkor megvan nálad a biztonság érzete. És te jó úton vagy, mert pontosan ez, amire a te lelkednek szüksége van. És most megtekintjük azt, hogy mi történik itt ezen az életterületen 2021-ben. Október hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az jelentheti azt, hogy szépítesz valamit az otthonodon, segít abban, hogy valamit megalapoz, vagy van egy hölgy, aki meglátogat téged. Október hónapban itt mozog egy visszafele tekintő Merkur bolygó, ez lehet egy szerződés, vagy egy hír, valaki visszatér hozzád, mert ez a visszatekintés utalhat a múltra is. Novemberben és decemberben itt mozog Mars bolygó, az jelenti a te erődet, a belső erődet is, erre alapozhatsz, vagy egy férfit, akivel együtt alapoztok valamit a mérleg jegyénél, párkapcsolatról van szó. Egy közös otthonról, mert ez a négyes életterület az otthonra utal. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt az életterületet. Valamit megszépítesz, utal az otthonodra és a belső egyensúlyodra is. És most átérek az ötös életházra. Az ötös életház az a gyermekekre vagy gyermekkori emlékekre utal. De ezt az ötös életházat úgy is tekinthetjük, mint egy színpad, és itt te játszod a főszerepet. Ez az életház nyújtja számodra az élet örömöt, az kihat a párkapcsolat területére is, és a munkára is, mert ez mutatja a kreatív munkát, a kreatív tevékenységet. A te horoszkópodban itt található a Szkorpión jegye, itt láthatod a képen is a mérleg jegye felett, az jelenti a Szkorpión jegyét.
A Szkorpió négye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó, és változásokról. A Szkorpió jegye mutatja ezeket a megújulásokat, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, és legyen ez a biztonság érzete. A te horoszkópodban itt található Neptun bolygó. Neptun bolygó a görög mitológiában, Poszeidón, a tengernek az istene, tehát jól érzi magát itt a víz elemében. Poszeidón mutatja a lehetőségeket. Ez nem csak az érzelmekre utal, vagy a tengerre, hanem az álmokra is. És itt az álmokon keresztül, a fantáziádon keresztül, úgy, ahogy te ezt elképzeled magadnak, kialakíthatod a te világodat, a te belső világodat is. Neptun bolygó itt az ötös életházban utal arra is, hogy te a művészetek területén ki tudod bontakoztatni magadat. És ez nem csak most érezhető, hanem a gyermekkorodban is így volt. Ha a szüleid, a felnőttek segítettek neked ebben, akkor élted akkor is az álmaidat. Ha nem így volt, akkor csalódottnak érezted magadat. És mi várható 2021-ben itt ezen az életterületen? Van két kármikus csomó. A lefele mozgó hold csomó Kétú, ami a múltra utal, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. És van egy felfele mozgó hold csomó is, ezt Ráhúnak nevezzük, ez is egy kármikus csomó, és utal egy új irányra, egy új életterületre, amit mi nem ismerünk, de meg kellene, hogy ismerjük, mert ezt az utat kiválasztotta a lelkünk, szüksége van rá. Mindkét holdcsomó mozog. Ez a lefele mozgó holdcsomó Kétú múlt év szeptemberétől 2022 márciusáig itt mozog a Szkorpión jegyében, amit te itt ebben az ötös életházban élsz át, itt jönnek az emlékek, vagy egy kármikus szerelmi kapcsolat. Most január hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az utalhat egy kislányra, egy gyermekre is, de jelenti a te kreatív munkádat, vagy az élet örömöt a párkapcsolat területén. Decemberben lesz itt egy Merkur hatás, Merkur uralkodik a gyermekek, a gyermekkor és az ifjúság felett. Itt lehetnek kapcsolatok gyermekekkel, vagy jönnek a gyermekkori, ifjúsági emlékek, de a kreatív munkádat illetően itt van akkor mozgás, esetleg szerződések, beszélgetések. November 20-a és december 20-a között itt van a nap az indiai számítás szerint, besugározza ezt az életházat, ebben a hónapban ez áll a középpontban. És most megtekintjük a hatos életházat. Ez a hatos életház a munkára utal és egészségügyi témákra. A te horoszkópodban itt van a nyilas jegye, látható is a képen, bolygók nélkül. A nyilas jegye az egy utazásra utal. Az lehet külföld, külföldi kapcsolatok, vagy egy belső út is, az lehet egy spirituális
tevékenység, mert itt munkáról van szó. A nyilas jegye mutat egy központot, és az a mi galaxiánk, ami tejútunknak a központja. Ez, amit ez a nyíl itt szimbolizál. Ez a központ mutatja a mi vágyainkat, az álmainkat. Ha ebben az irányba tekintesz, és ez a célod, akkor el is éred. Ez kihat a munkádra. Persze lehetnek itt külföldi kapcsolatok is. Most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás várható itt ebben az évben a nyilas jegyében nálad a hatos életházban. Múlt év december 20-ától ez év január 20-áig itt található a nap az indiai számítás szerint. Ez áll most a középpontban, és ez kihat a munkádra, kell egy irány vagy célok, és ezt nem szabad feladni. Most január hónapban Merkur bolygó szintén itt mozog a nyilas jegyében, kihat a munkádra, itt vannak kapcsolatok, beszélgetések, szerződések is. Novemberben és decemberben itt fog mozogni Vénusz bolygó, az mutatja a te kreatív munkádat, az ötleteidet, ezeknek a megvalósítását. Vénusz bolygó gyakran szerencsét is hoz. Te lehet egy hölgy is, akivel te kapcsolatban vagy, és együtt dolgoztok. És most áttérek a hetes életházra. Mi most megtekintjük ezt a képet. A bal oldalon láthatod a rák jegyét. Az azt jelenti, hogy amikor te megszülettél, abban a pillanatban a rák jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod, és ezzel indul az első életház. És ebben a pillanatban, amikor te megszülettél, a nyugati határon lekelt a bak jegye. Ezek szemben állnak. És én biztos vagyok abban, hogy ez olyan, mint egy tükör, a születésünk pillanatában beletekintünk ebbe a tükörbe, és látjuk a lelki társunkat. És ez később nem tudatos, hanem ez a mi öntudatunkban van. Itt a bak jegyénél indul a hetes életház. Ezt a pontot deszcendentusnak hívjuk, tükrözi az aszcendentust. Itt ez a nyugati határ jobb oldalon látható a képen. És ezzel a deszcendentussal indul egy új életterület, a hetes életház, és ez jelenti a párkapcsolatot. A te horoszkópodban itt a bak jegyében nincs bolygó, viszont idén nagyon sok minden történik ezen az életterületen, és ezt most megtekintjük. A bak jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Nem volt könnyű számodra a párkapcsolat a korábbi éveidben, az ifjúságodban, mert Szaturnusz bolygó korlátozásokra utal. Viszont a második élet szakaszban segít neked, hogy itt minden rendeződjön, és elérd azt a párkapcsolat területén is, amit téged boldoggá tesz. Ebben az évben Szaturnusz bolygó itt mozog a hetes életházban, és Szaturnusz hatása alatt vagy. Szaturnusz bolygó az a sorsoknak a bolygója, ezek sorsdöntő kapcsolatok,
vagy változások, és ez történik nálad ez évben. Tükröződik számodra valami, mert a te születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó szemben áll az egyes életházban. Tehát egész évben Szaturnusz bolygó hat itt, nem csak Szaturnusz, hanem Plútó bolygó is. Plútó szintén egész évben itt hat, ebben a hetes életházban, és arra utal, hogy ez most neked egy fontos életterület, uralkodj ezen az életterületen. Plútó bolygó jelenti a belső erődet is, hogy higgy abban, hogy itt minden rend. Plútó bolygó jelenti a belső erődet is, higgy abban, hogy itt most minden rendeződik. De mivel itt párkapcsolatról van szó, mutatja a testi közeledést is, mert Plútó bolygó hatása alatt a szexuális témák is egy szerepet játszanak. Januárban, februárban, márciusban és áprilisban itt fog lenni Jupiter bolygó, ami neked szerencsét hoz a párkapcsolat területén. Májusban elbúcsúzik Jupiter bolygó a bak jegyétől, de visszatér, mégpedig október hónapban, november hónapban szintén itt lesz a bak jegyében. Január 20-a és február 20-a között itt van a nap, ez a havi téma, oda kell figyelni rá. Azon kívül február hónapban itt mozog Vénusz bolygó is, kihat a szerelmi élet területére. Márciusban itt lesz Merkur bolygó, és az kommunikációra utal. És most áttérek a 8-as életházra. Ezt a 8-as életházat halálnak nevezzük. Természetesen utalhat halál esetre vagy örökösödési ügyre is, de ennek a 8-as életháznak inkább más jelentése van. Mégpedig itt tanulunk valamit, mindattól elbúcsúzni, ami bosszant bennünket, ami nyomaszt bennünket, ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely, és ha ettől elbúcsúztunk, akkor van arra lehetőség, hogy kezdődjön valami új. Itt ebben az életházban vannak más témák is, mint például hivatalos ügyek, és a téma testi kapcsolat szintén ide tartozik. A te horoszkópodban itt található a vízöntő jegye. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik. De akkor tudsz fellélegezni, ha elbúcsúzol bizonyos dolgoktól vagy személyektől, amit nem akarsz végül is, itt tanulod azt, hogy nemet mondj. És ha ez sikerül, akkor fellélegezhetsz, mert akkor megtalálod itt a levegő elemét. És most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz ez évben, ebben a 8-as életházban, és mit vált ki nálad. Egész éven át itt mozog Neptun bolygó. Neptun bolygó utal az álmainkra és az elképzeléseinkre. Ha ebben bízol, akkor az erősít téged, ez megvalósulhat. Ha ebben nem hiszel, akkor az csalódásokhoz vezethet. De mivel itt álomképekről van szó,
és gyakran ez a hatás másoktól jön, azért legyél óvatos. Mert előfordulhat, hogy valaki mesél neked valamit, és az olyan álomszépnek tűnik, és a végén kiderül, hogy ez egy hazugság, ezért fontos az, hogy tudjad, nem bízhatsz mindenkiben, különösen, ha pénzről van szó. Február hónapban itt lesz Merkur bolygó, az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy szerződés. Március hónapban itt mozog Vénusz bolygó, és mivel itt testi kapcsolatról is szó van ebben az életházban, ez kihat a te nőiességedre, kihat a párkapcsolatra. A hivatalos dolgokról van szó, vagy egy örökösödési ügy, az lehet egy ilyen kapcsolat, vagy egy termin egy bizonyos hölgyel. Február 20-a és március 20-a között itt lesz a nap, az indiai számítás szerint, tehát ez a havi téma, oda kell rá figyelni. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben itt lesz Jupiter bolygó, az szerencsét hoz, de Jupiter bolygónál gyakran igazságról, igazságtalanságokról is szó van, tehát itt is azt mondanám, legyél kicsit óvatos, különösen, ha valamilyen bírósági ügyről van szó. Jupiter bolygó elbúcsúzik októberben a vízöntő jegyétől, viszont decemberben visszatér, az lehet egy visszatérő téma, vagy egy bizonyos személy. És most átérek a 9-es életházra. Ez a 9-es életház külföldi utazásokra utal, vagy külföldi kapcsolatokra is. De utal. Ez a 9-es életház külföldet jelent, külföldi utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez az út lehet egy életút is, vagy egy belső út is. A te horoszkópodban itt van a halak jegye. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó, tehát egy belső útról. És ebben a csillagképen két hal van. Az egyik mutat egy irányt, ezek a félelmek, bizonytalanságok, a másik pedig egy másik irány, mégpedig a bizalom, a hit, a hűség, a szeretet, és ezekkel az érzésekkel én úgy mondanám pozitív érzelmek, ezáltal kinyílik egy új kapu, egy új lehetőség, egy belső út, vagy egy közös életút, ez kihathat a párkapcsolat területére is. Legyen ez az elképzelésed, és akkor ez beteljesül. A te horoszkópodban itt nincs bolygó, de most megtekintjük azt, melyik bolygó mozog itt ez évben a halak jegyében nálad a 9-es életházban. Március 20-a és április 20-a között itt lesz a nap. Megvilágítja ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Ez lehet egy képzés, egy magasabb képzés, lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás, esetleg egy belső út, egy ilyen spirituális téma. Áprilisban itt mozog Merkur bolygó, ezek kapcsolatok, vagy lehet egy idegen nyelv tudása. Áprilisban itt lesz Vénusz bolygó is, ez kihat a szerelmi élet területére, utal a te nőiességedre, ebben kell hinni, vagy lesz egy közös életút, egy közös utazás, de
Előfordulhat az is, hogy egy külföldi kapcsolat van egy hölgyel. És most áttérünk a tízes életházra. Ez a tízes életház a felső pont a horoszkópon. Az a legtöbb, amit elérhetünk az életben. Utal nyilvánosságra és utal a hivatásunkra is. A te horoszkópodban itt található a kos jegye. Te bátor vagy, megvan a fellépésed, és van egy új kezdet, különösen ha hivatásról van szó, akkor bebizonyítod magadat, és van hozzá erőd. Itt ebben az életházban található nálad a lefele mozgó hold csomó Kétú. Ez egy kármikus csomó, és utal a múltadra. Mivel itt a nyilvánosságról van szó, ez utalhat arra, hogy te a korábbi életedben a nyilvánosságot élvezhetted, mindenki ismert téged. Te ezen az életterületen, ami a nyilvánosságot illeti, a hivatásodat illeti, kiismered magadat. De kell a nyugalom. Ebben segít neked a rák aszcendentus, mert a rák az néha visszahúzódik, és az neked jót tesz. Most megtekintjük azt, mi várható rád ezen az élet területen, melyik bolygó, mikor mozog a kos jegyében. Egész évben itt mozog a kos jegyében Uránusz bolygó az indiai számítás szerint. Uránusz bolygó hatása alatt mindig változások vannak. Az előfordulhat, hogy olyan hirtelen jön meglepően, de változásokra számíthatsz. Január és február hónapban itt mozog Mars bolygó, az jelentheti a te erődet, te befekteted az erődet, ami a munkádat illeti, de Mars bolygó hatása alatt lehet egy férfi a nyilvánosságon, vagy ismered őt a hivatásod területén. Április 20-a és május 20-a között itt lesz a nap, ez a havi téma, a nyilvánosság, a hivatásod. Május hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az mutatja a te nőiességedet, a nyilvánosságot, tehát ezt észreveszik mások is, utal a kreatív munkádra, de lehet egy hölgy is a nyilvánosság területén, vagy a munkahelyet illetően. És most áttérek a 11-es életházra. Ez a 11-es életház a remények háza. De ide tartoznak barátságok is, vagy egy baráti kör. A te horoszkópodban itt található a bika jegye. Itt a bika jegyében van a holdad, az utal az anyukádra, az anyai érzésekre és az érzelmeidre. Itt a 11-es életházban a bika jegyében van egy visszatekintő Jupiter bolygó, ami neked szerencsét hoz, de mutatja a belső nagyságodat is, és mivel visszatekintő, itt vannak kármikus témák. És mi várható ez évben, itt a bika jegyében, ez kihat erre az életterületre, ezt most megtekintjük. Ráhú a felfele mozgó hold csomó, ez egy kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy kiútra, új lehetőségre, új kapcsolatokra,
Valamire, amit nem ismersz, de meg kell, hogy ismerd. És ez a rahu, ez a hold csomó egész évben itt mozog a bika jegyében. Sőt, 2022. márciusáig. Itt, ebben a 11-es életházban vannak kármikus témák. Egyrészt utal barátságokra, vagy egy baráti körre. Az is lehet, hogy te alapítasz valamit, és így jönnek a kapcsolatok. Ez a 11-es életház utal a te álmaidra, reményeidre, vágyaidra. Itt van tényleg ez a lehetőség, hogy ez beteljesüljön, de ebben hinned kell. Most tanulod azt, hogy erősítsd a hitedet. Márciusban és áprilisban itt mozog Mars bolygó, az lehet, hogy te befekteted az erődet, alapítasz valamit, vagy itt ezen az élet területen van egy férfi, aki közeledik hozzád, az is lehet, hogy ez a férfi az álmaidban van, és ez a remény. Májusban itt mozog Merkur bolygó, lesznek kapcsolatok. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, megvilágítja ezt az élet területet, ez áll a középpontban, ez a havi téma. Július hónapban megint itt mozog Merkur bolygó, az lehet egy hír vagy kapcsolatok egy baráti körben. És most megtekintjük a 12-es életházat. Ez a 12-es életház a titkok háza. Minden, ami titokzatos, ide tartozik. A titkos ellenség is. Ez a 12-es életház jelenti a visszahúzódást is. A te horoszkópodban itt van az ikrek jegye. Az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, tehát mindig szükséged van erre a visszahúzódásra, hogy utána fellélegezhess, de azt is jelentheti itt a 12-es életházban, hogy átláss a dolgokon, tekints a mélybe, és akkor bizonyos dolgokat jobban fogsz látni, észrevenni. Most megtekintjük azt, hogy milyen változás lesz ez évben ezen az életterületen. Májusban és júniusban itt mozog Mars bolygó. Az jelentheti a te erődet, de itt a 12-es életházban az jót tesz neked, ha visszahúzódsz. Természetesen jelenthet egy férfit is, valami így titokzatos. Ami még itt lehetséges, mert a 12-es életházban vannak az ellenségek, hogy ezzel a Mars energiával kell, hogy védjed magadat. Júniusban itt van Vénusz bolygó, az utal a te nőiességedre, a szerelmi kapcsolatra, és itt valami titokzatos, vagy őrizd meg a titkaidat. Vénusz bolygó lehet egy más hölgy is, és lehet egy ellenség is. Júniusban itt mozog egy visszatekintő Merkur bolygó, mivel ez visszatekintést jelent, ne mondd el a titkaidat. Június 20-a és július 20-a között itt van a nap, megvilágítja ezt az élet területet, de mivel itt a titkokról van szó, ez nem a nyilvánosság, így a nap hatása alatt inkább a mélybe kellene tekinteni. Kedves Erina, így tudtam elmondani, mi várható ez évben. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Nagyon sok szeretettel, Dendera!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!